Sziasztok, ez a Gegenpressing második évadának 9. adása, és most egy kicsit újféle műsortervet, adásmenetet fogunk kipróbálni, hiszen nem egyes csapatokról, vagy egyes konkrét mérkőzésekről, eredményekről beszélgetünk, hanem néhány edzői sorsot veszünk górcső alá, és hát ehhez autentikus vendéget is hívtunk, prolicenszes futballedző Hevesi Tamás személyében, szervusz! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek! Ugye sokan emlékezhetnek rád még a Real kispadjáról, volt NB1-es klubban is, dolgoztál más csapatoknál, illetve hosszú ideje te vagy a cukorbeteg futsal válogatott szövetségi kapitánya, így most van. Nyáron Európa-bajnokságot nyertetek. Így van, köszönjük szépen a csapat nevében. Mesélj egy picit az ottani munkáról, mielőtt még rákanyarodunk a mostani témáinkra. Ugye jó magam is érintett vagyok, cukorbetegként élem az életemet, én már 38. éve vagyok cukorbeteg. Ugye az Európa-bajnoksága 10 éve hozta létre az Európai Szövetség, és 10 évvel ezelőtt Zadárban nagy boldogságunkra az első Európa-bajnokságot megnyertük. Pont úgy, hogy a hazaiakat, a horvátokat vertük ki az elődöntőben, és a döntőben Portugál 3-3-at játszottunk, és büntetőkkel legyőztük őket. Hát ezután volt, 6-szor voltunk egyébként döntőben, és egy 2 év ugye kimaradt, tehát ha jól számolunk, akkor ugye 8 évből 6-szor játszottunk döntőt, és 2-szer megnyertük. Most ez a második volt Varsóban, egy szenzációs Európa-bajnokság volt, nagyon-nagyon jó csapatok voltak, és azt gondolom a magyar váltott, az én csapatom most idén talán mondhatom, hogy teljesen megérdemelten nyerte az Európa-bajnokságot. Nehéz csoportból rögtön a házigazdákkal kezdtünk, a lengyelekkel, azokkal mindig ugye nehéz, hiszen mégis hazai csapat, rengeteg néző. Hát ezek szerint ez megy nektek akkor? Úgy néz ki, hogy működik ez a dolog, mint ott akkor a horvát ellen, most a lengyelek ellen, és milyen érdekes a sors, hogy a lengyelek is mindenkit legyőztek, csak tőlünk kaptak ki, és a döntőben ismét velünk találkoztunk. Az egy másik mérkőzés volt, más attitűddel, másképp készítettem fel a csapatot, mert nagyon sokszor a döntőben túlizgultuk, talán pont ezért lettünk pontatlanok a kapu előtti szituációkban, illetve rengeteg begyakorolt figuránk van. Ezeket tarsóba direkt eldugtam egy párat, és csak a döntőre vettük elő. Én azt gondolom, nagyon-nagyon szép Európa-bajnokság volt, és az, hogy az Európa-bajnokság legjobb játékosa is a mi csapatunkból került ki, ő Sánta Attila, ő egy NB1-es futsaljátékos, lent játszik Nyírbátorban. Remélem, jól mondom, Nyírbátor, mindig keverem őket, de valószínűleg Nyírbátor, szerintem jól mondom. És nyilván ő egy futsaljátékosként érkezett már a kiválasztóra. Mindig februárban kezdem el a kiválasztást, mindig mindenkinek újra meg kell küzdenie. Olyan nincs, hogy állandó keret. És akkor elkezdünk utána együtt dolgozni. Hétvégenként szoktunk dupla napokon, 4 edzést szoktam vezényelni. Ugye akkor mennek a bajnokságok, tehát nagyon nehéz koordinálni, hogy azok a játékosok, akik ugye játszanak bajnoki mérkőzéseket a saját csapatunkban, hogy tudnak Budapestre feljönni. Általában a Ferencváros Népligeti bázisán a régi faházba szoktunk úgymond készülni az Európa-bajnokságra, és mindig van edzőtábor. Valamelyik városba megyünk, ahol egy 5-6 napos edzőtábor, és utána készülünk már az indulásra, és utazunk ki. Nagyon-nagyon örülök, van büszkék vagyunk, és nagyon köszönjük azt a rengeteg biztató szót, amit kaptunk, illetőleg nagyon sok magyar is kijött szurkolni nekünk, körülbelül volt egy olyan 100 fős szurkoló táborunk. Mi most a következő előttetek álló komolyabb megmérettetés, illetve hát az eredmény fényében az is kérdés, hogy akkor mi az elvárás innentől, hiszen valószínűleg nem sötét lóként utaztok. Hát igen, most az a nagyon-nagyon nehéz, hogy itt kimondva, vagy kimondatlanul inkább úgy mondjuk, hogy ilyen hagyományőrzésszerűen, aki megnyeri az Európa-bajnokságot, azt szokta utána szervezni. Tehát elméletileg most fölkért bennünket a Nemzetközi Szövetség, hogy gondolkozzunk erre, természetesen ehhez adnak anyagi támogatást, hogy esetleg Magyarországon megszervezhetnénk az Európa-bajnokságot. Most itt tartunk, tehát pontosan nem tudjuk, hogy itt lesz vagy máshol. Fölvetődött Portugália, fölvetődött más országban lévő rendeződés, majd meglátjuk. Tehát most a játékosok, mindenki játszik a saját csapatában, készülnek a saját mérkőzéseikre, és februárban lesz az első találkozó velünk. És akkor NB1. Kezdjük akkor, hát a Fradi Kisvárda meccsel, de ne is annyira magával a meccs történéseivel, hiszen ugye mind a két csapatpadján olyan edző ült, aki első bajnoki mérkőzését vívta meg, Dejan Stankovics és Mátyus János. Ugye még a Fradinál sokat volt szó Máté Csabáról, illetve az egész váltásnak a morális hátteréről, viszont szigorúan csak szakmai szemmel, hogyha levesszük az egészet, hogy de jó lett volna egy magyar edző, stb. Akkor szerinted jó döntés születette?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én a Csabát nagyon jól, ugyan nem ismerem, de ismerem. És azt gondolom, hogy rengeteget ült, rengeteg tapasztalatot szerzett a padon, hiszen több edző mellett is ugye pallérozódott. És az biztos, hogy azt nem lehet tőle elvenni, hogy amikor Csercseszov mestertől elbúcsúzott a Ferencváros, szerintem joggal, akkor utána valami történt, mert először is egy felszabadultságot éreztem, gondolom mindenki ezt, hogy a játékosok végre elkezdtek egy kicsit szabadobban futballozni, nem volt annyira talán a gyeplő a nyakukon, és bizonyos játékosokat, akiket csak így hallomásból mondom, a Csercseszov mester kivételezett, és ez nagyon nagy hiba, mert egy edző ezt nem teheti meg. Egy edzőnek nyilván vannak szimpatikusabb és kevésbé szimpatikusabb játékosai, de ezt tudat alatt kell kezelni. Az öltözőben mindenkinek egyformának kell lenni, kivéve a csapatkapitány, mert az egy kicsit magasabb polcra kell, hogy kerüljön. Szerintem, és azt hallottam, hogy a Csercseszov mester elvesztette az öltözőt. Ezt Kubatov Gábor is elismerted, nem olyan régen egy nyilatkozatában. Akkor aztán teljesen összeköszön, amit az elnök úr mondott. Így van, én azt gondolom, hogy hallottam, hogy több játékossal ilyen nagyon baráti kapcsolatba került. Ezt nem nézték nyilván jó szemmel azok, akik kevesebbet játszottak netán, vagy egyáltalán nem játszottak. És szerintem Csaba ezt nagyon jól érzékelte, hogy olyan játékosokat tett kicsit háttérbe, akik adott esetben Csercseszov mesternél mindig játszottak, és olyanokat előtérbe, akik nála épp játszottak, vagy kevesebbet. Szerintem a Máté Csaba jó edző. Nem tudom megítélni, hogy egy nemzetközi porondon meddig tudott volna ő is sikeresen szerepelni a csapattal, mert nem ismerem az edzői munkáját, tehát szorosan. Nyilván, hogyha hétről hétre látnám az edzés módszertanilag is, meg edzés technikailag is az ő edzői munkáját, illetőle ennek a pszichológiai oldalát minden szempontból, akkor nyilván jobban tudnék erről nyilatkozni, de nekem elsőre furcsa volt, váratlan volt. Én kicsit úgy éreztem, hogy a Ferencváros is keresi még az igazi kommunikációt, hogy ez hogyan lehetne közvetíteni mindenfajta sértés nélkül valakik felé, mind a közönség felé, mind pedig Csaba felé. Ugye halljuk a híreket, hogy talán Csaba a Fehérvár kispadjára komoly esélye bír. Kint volt most a mérkőzésen, lehetett róla látni fotót igen, is, igen, hogy ott igen, volt láttam én is, igen. Nézőtéren. Mennyire veszélyes mondjuk egy ilyen? Majd fogunk még erről másképp is beszélni, mert hogy ugye nem csak a fehérvári kispad inog feltétlenül az NB1-ben. Mik a veszélyei ennek, hogy most milyen állást vállal el Máté Csaba, hiszen egy mondhatni felfelé évben van még, ha rövid is, tehát most bekerült a neve egy olyan kalapba, ahol eddig talán ő még azért nem nagyon forgott, viszont azért ennek a fehérvári állásnak, de akár mondjuk, ha most pont nyert a Mezőkövest hétvégén, de eddig az őszénájuk sem állt jól, egy ilyen csapatban, hogyha beleül az edző, és ne adj Isten mondjuk rosszul sikerül, akkor azért nagyon könnyen utána ki lehet kerülni a Pixisből. Tehát ahogy gyorsan megszeret a közönség, gyorsan is felejt. Igen, de a Csabának a fogadtatása és ez a fajta sikerszéria, ami mögötte áll, azt azért nem fogja senki elfelejteni, pláne a Ferencváros érzelmű szurkolók. Tehát én azt gondolom, hogy ő most olyan elképesztő jó helyen van az ő neve a Fradi táborban, hogy abban a pillanatban, hogyha jelenlegi edző, a szerb edzőkollega adott esetben nem úgy sül el, de nem jönnek úgy az eredmények, abban a pillanatban nagyon föl fognak erősödni ezek a hangok, jogosan hozzáteszem, mert nyilvánvalóan a Fradinál ez az olyan csapat, itt mindig csak nyerni lehet. Tehát itt nincs olyan, hogy most megmagyarázok, hogy most véletlenül nem nyertünk. Ez egy nagyon nehéz pad, egyik legnehezebb szerintem az országban, talán a szövetségi kapitány poszton kívül. Máté Csaba mondta az egyik sajtótájékoztatón valamelyik meccs után, hogy itt vagy temetés van, vagy lagzi. Teljesen jó, így van, tökéletesen jó, ahogy látja a Csaba. Úgyhogy én megmondom őszintén, a Csabának szerencsés a csillagzata ilyen szempontból. Először is azért, mert most csúnya lesz, amit mondod, de mindenki sajnálja, hogy őt elküldték a Ferencvárostól. Első kommunikáció az volt, hogy a Fradi berkein belül találnak neki valamit, de hát ez egy faramuszi szituáció, mert hova? Tehát nyilván pályaedzőnek nem lehet tetni, aki vezetőedző volt, pláne egy új edző, tehát az eleve nonsense, tehát az nem működhetett. Utánpótlás csapat az visszalépés, azért mégiscsak egy NB1-es felnőtt csapat után. Tehát ebből nem tudott jól kijönni, csak egyetlen opció van, hogyha valóban kap egy NB1-es padot, és én úgy gondolom, hogy a Csabának most bármelyik jó.
Legfőképpen a Fehérvár lenne tökéletes. Ugye azt senki nem gondolja komolyan, a Fehérvár hirtelen elfelejtettek futballozni azok a játékosokat, akiket sok-sok millióért odaigazoltak. Tehát azok a játékosok, azért ismerjük a keret, tehát ez egy erős keret. Nyilván már nem annyira erős, mint volt, de erős keret. Tehát azt gondolom, hogy itt ami a legeslegfontosabb, ott sincs rend. Tehát valószínűsíthetően én kívülről, mint edző úgy ítélem meg, hogy sem az öltözőben, sem pedig a vezetőségben, ennek ugye most már lett jele is, ezért korábban beszélgettünk baráti társaságban erről, hogy a koncepció nem világos számomra, hogy mi akar ott történni, tényleg csodálatos körülmények vannak, megfizetett játékosok, minden van, és nincs eredmény. Ennek csak és kizárólag egy oka lehet, ha az öltözőben nincsen rend, ha taktikailag és technikailag az edzések nem olyan szintűek, amit elvárható egy ilyen keretnél, illetőleg az edző személyisége is lehet adott esetben, vagy nem tudta megnyerni az öltözőt, vagy elvesztette az öltözőt, és akkor a harmadik pedig az, hogy nem alkalmas erre a feladatra. Én ezt nyilván nem feltételezhetem róla. Bocsánat, akkor ha már itt átkötöttünk egy kicsit a Fehérvárra, akkor cseréljük a sorrendet, és jöjjön most a Vidi, és akkor majd Mátyós Jánosra később térünk rá egy kicsit. Jó. Ugye Juhász Roland sportigazgató távozott, Bartosz Zselák viszont nem. Ez a szenárió önmagába meglepette téged, illetve mint tapasztalt edző, ugye neveztek már ki, rúgtak már ki pályát során. Mi zajlik ilyenkor? Vagy nyilván te sem vagy ott tűzközelben, de hogy szerinted mi történhet ilyenkor? Vagy ez mit vetít előre mondjuk az elkövetkező két hétre, akár Zselák szempontjából? Ugye ez a 3-3 sem egy ordító nagy siker, amit hétvégén elértek. Hát igen, én azt gondolom, hogy ez valahol egy folyamat, egy dominó elv. Tehát ha a vezető, az igazi klub vezető távozik, akkor valószínűsíthetően ilyenkor ugye van egy agreement gentleman, akkor azt szokták mondani, hogy ha te mész, akkor én is megyek. Kérdés az, hogy a Juhász Roli hozta-e oda az edzőt, de úgy emlékszem, hogy nem. Ha ő hozta, akkor az ő felelőssége az edzőválasztás, és akkor viszont együtt kellett volna fölállniuk, ez a minimum. Szerintem ők már egy adag voltak, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Aha, igen. Tehát már Zselákot már a Juhász érában hozta a Vidi. Ha akkor a Roliék hozták az edző kollégát, akkor az edződnek fel kellett volna tenni a kezét, ő is felajánl lemondását. Szerintem ez egy kötelező. Érdekes, ez nem történt meg. Ez is bizonyítja azt, amit az előbb mondtam, hogy szerintem ott valami nagyon nincsen rendben. Tudjuk, hogy a főszponzor is már kiszállt onnan, tudjuk, hogy átalakult a financiális háttér. Garancsi úr is szerepéből úgy láthatóan egy kicsit visszább lépett. Tehát nem tudom, hogy mi zajlik a háttérben. Egy biztos, hogy nincs rend. Tehát ezt Máté Csaba, ha ő kerül oda, akkor ez az első, hogy olyan rendet kell teremteni, és abból rögtön elkezd majd működni a csapatjáték is, és egy ilyen rossz szereplés után bárki kerül oda, olyan edző kollega, aki ambiciózus, felkészült és nagyon komoly bizonyítási vágy van benne, már pedig, ha Csaba védelmében mondhatjuk, benne aztán pláne van, akkor biztos, hogy jönnek az eredmények, és egy jó edzői váltásnak leszünk szemtanúi. Mit érez egy edző olyankor? Ugye most ez a 3-3-as meccs az Alaegerszeg ellen. Most ez személyiség lesz, amit csinálok, mert a csapat lőtt 3 gólt, én meg most már megmagyarázom, hogy mennyire nem volt benne a meccsbe. Legalábbis olyan téren, hogy mind a 3 egy pontrugásból jött. Az egyik direktből besodorta Karamoko az első gólt, és utána Kalmár érintés nélküli szabadrugása, majd a végén ott Senko ökrözése előtt, tehát az is egy rögzített szituációból eredeztethető. Mi van olyankor egy edző fejében, amikor leszállóákban a csapat, kudarc-kudarc hátán, gyakorlatilag hetek, hónapok óta az esetleges távozását lebegtetik, és a csapat szerez egy pontot, és persze lelkileg sokat jelent az, hogy a 99. percben tudsz egyenlíteni, na de én azt nem tudom elképzelni, hogy egy edző nem érzi, hogy oké, most 3 szögletgólt találtunk, meg tényleg jók a pontrugás variációink, de hogy ezzel egy szezont nem biztos, hogy meg lehet menteni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát amit mondtam, az, hogy most 3 gólt ugott a csapat, az már valami, tehát az egy jel, hogy ezek szerint van mégiscsak gól ebben a csapatban. Az, hogy a szervezet védekezése, hogy milyen a csapatnak, az elmúlt meccsek bizonyították, hogy nincs rendben. Az is látható, hogy egymással a verbális és a nonverbális kapcsolat is egészen furcsa, hogyha a meccset nézel a Fehérvár játékánál, bizony, ha valaki hibázik, akkor vannak érdekes beszólások egymásnak. Ugye ez sok mindent elárul, hogy nincs, amit mondtam, nincs rend a fejekben, és ezáltal nincs rend az öltözőben valószínűleg, tehát innentől kezdve klikesedés lehet, sorolhatnánk, sok minden lehet, ugye én kívülről nem tudom
tudom megítélni, csak tippelem, hogy ez vezet az ahhoz, hogy egy ilyen állományú Fehérvár ott van ahol, és a rögzített szituációk azért nagyon-nagyon, ne felejtsük, egy csankmester akkori Váccal nagyon régen, ugye a Nagy Tibi, akivel én most ugye együtt dolgozom, a főnöke vagyok, így mondhatom, Martonvásáron, és a ez a 92-es bajnok lesz? Így van, hát a Tibi fantasztikusan rúgta a szabadrugásokat, rengeteg gólpasszt adott, és a Füle, meg a Románi, meg középen voltak a fejelőjátékosok, Románek, bocsánat, és a csankmester annó ezekkel a pontrugásokkal nagyon bajnok csapatot tudott, Varázs jó, de ne felejtsük el, az egy játszó, nagyon komoly, jó futballt játszó Vác volt. Meg bocsánat, ez akkor működik, hogyha a játék többi aspektusában, meg nagyjából X körülre ki tudod hozni, és így akkor van. Majd ez lesz, ami billenti a mérleg. Na, de a Vidinél meg az van, hogy ez az, ami visszatolja egy picit, hogy ne legyen teljesen fönn a libikók a másik vége. Ez maximálisan így van, tehát csak pontrugásokból nem tudsz egy bajnokságban végigmenetelni, ez egyik. A másik az, hogy a kérdés, hogy az Zalaegerszeg felelősségét is azért ilyenkor elő kell venni, hogyha erre, ugye mindent ma már mindent láthatunk, mindent tudhatunk, mindent analizálnak, mindent mérnek, mindent tudunk. Tehát valószínűleg, ha én az Zalaegerszeg edzője vagyok, akkor felkészülök abban, hogy a Vidiben mik a legerősebb pontok, amivel esetleg kellemetlenségeket okozhatnak nekünk. Valószínűleg ez a felkészülés nem volt pontos, mert vagy pedig utolsó pillanatban titokban nem tudom elképzelni, hogy így történt volna, titokban a Fehérvár direkt olyan dolgokat csinált, ami nem volt előtte rájuk jellemző, bár ez is egy edzői húzás lehet, csak mellékesen megjegyzem. Nekem is voltak olyan mérkőzéseim, hogy úgy tudtam a csapatommal megnyerni, hogy nagyon felkészültem az ellenfélből, azoknak a gyenge pontjait megkerestem, és arra építettem a saját stratégiámat. Tehát ez nagyon-nagyon működik, például még kis csapatoknál is működik, az FFC edzője voltam, a Ferencvárosi Szurkolói Csapat edzője, Blasz 1, negyedosztáról beszélünk, ugye, és az ellenfél volt az a Inter, aki 43 mérkőzés óta veretlen volt. Tehát torony magasan vezette a bajnokságot. Én kimentem 3 mérkőzésükre, följegyzeteltem, amit akartam, amit kellett, felkészítettem a csapatomat, és az én csapatom az úgy vettem át, hogy kiesés ellen kullogtunk, és 3-0-ra legyőztük őket, hát népünnepé volt akkor a Leót környékén, és azt kell mondanom, hogy igen, tehát föl lehet készen az ellenfélből, ki lehet olyan stratégiát találni, ha ez a pontrugás, ha adott esetben máshol kezdjük a letámadást, esetleg a kezdőcsapat kijelölésén már tudom azt, hogy melyik játékos, hogy mi a gyenge pontja, őt hagyjuk, hogy ő kapja a labdát, akkor ott támadok le, ott szerzek labdát. Tehát sok olyan apró szösszenet van az edzői szakmában, amihez kobak kell, meg hát természetesen tapasztalat és sok-sok, hogy mondjam, kudarc is, hogy valamit rosszul lépünk, vagy jól lépünk, mert mindenből tanulni kell, mert én azt gondolom, az edzői szakma az egy állandó tanulási folyamat. Még az előbb említetted a klikkesedést, illetve a csapatot övező rossz hangulatot, viszont ennél ugye ez azért jóval kiterjedtebb, tehát ez jön a szurkolóktól is, akik szerintem jogosan dühösek, szomorúak, csalódottak. Igazából folyton arról születnek az elemzések, hogy oké, nagyon rossz a Vidi, de ennek valami a szakmán túlmutató oka van, vagy legalábbis nem a pályán belül, hanem valahol föntebb van a probléma. Nyilván évek óta megy ez most már lassan, most öltött egész nagy méretet, nagyon még senki nem jött rá, tehát nem is ezt kérném, hogy fejtsd meg, viszont ilyenkor mennyiben van megkötve az edző keze, mert azért egy jó pár edzőt elfogyasztott már a klub, nem is beszélve arról, hogy hány íz játékos jött és ment, és nagyon sok remek futballista, vagy legalábbis szemre technikailag képzett és nagy tudású futballisták voltak. Tehát valami az sugallja, hogy itt az edzőn jóval-jóval túlér ez a probléma, és ugye ezért volt a kérdés Máté Csabánál is, hogy megéri ebbe beleállni, mert mi van, hogyha oda megy, és ő a legjobb énjét hozza, illetve a maximumot nyújtja, de ez egyszerűen nem elég, mert nem ezen múlik. Az edző nyilván összefogja a csapatot, de ha az egész klub felépítést nézzük, akkor onnan már ő is csak egy nem is kicsi, de egy nagyobb fogaskerék. Hát ugye ez tárgyalás stratégia. Tehát ha én mondjuk adott esetben engem megkeresne egy ilyen kvalitású csapat, akkor az első, hogy tisztázom a viszonyokat. Tehát hogy az edzői feladatom, az az én feladatom, és az én stábom feladata, az öltözőbe nem jöhet be senki,
A rajtam kívül nem tárgyalott a mérkőzés előtt senki a játékosokkal, és a játékosok pedig, bocsánat, az első, a vezetőedző, azért hívják vezetőedzőnek, mert ő vezeti ezt a csapatot és az edzéseket, nyilván az ő saját stábjával. Tehát azt nagyon sok helyen hallottam, hogy képesek vannak olyan vezetők, akik bemennek, és ott majd ők elmondják a tutit, és ezáltal valóban átnyúlnak az edző feje fölött, ami innentől kezdve az edzőnek a bukásába, adott esetben bármivel kerülhet. És ez... Dél-Európában van nagy hagyománya, hogy néha még akár lőfegyverrel is mennek be az edzők. Meg Dél-Amerikában is. Meg Dél-Amerikában is így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz gyakorlat. Tehát azt gondolom, mindenki maradjon a kaptafánál. Tehát szerintem egy elnöknek, egy tulajdonosnak, egy főszponzornak nem az a dolga, hogy bemegy az öltözőbe és bármit mondjon. És ez nekem nagyon tetszett, hogy például a Fradi vezetősége nem jár be az öltözőbe, mert az nem az ő asztaluk, az nem ő területük. Ha valami nem tetszik, akkor úgy is szólnak a vezetőedzőnek, és megbeszélik. És az fönt máshol. Tehát én azt gondolom, hogyha Fehérvárnál, mert ugye ezt vetetted föl, adott esetben lehet ez a fajta edző feje fölötti átnyúlás, ha erről van szó. Nem, bocsánat, nem erre gondoltam, hanem inkább, hogy túlél rajta a probléma. Tehát nem biztos, hogy egy vezetői pozícióból meg lehet oldani ezeket a gondokat mind. Hát nyilvánvalóan ez mindig egy összetett, ez mindig globálisan kell gondolkozni. Tehát az, hogy a csapat így játszik, ahogy. Önbizalom úgy van, ahogy. Tehát ebben nagyon sok embernek a felelőssége lehet. Az első, mindig a vezetőedző, tehát nyilvánvaló nem egy csapatot szoktak elküldeni, hanem az edző. Tehát a vezetőedző, hogyha nem találja meg a kellő elnézés eszközt ahhoz, hogy a csapat a legjobbat teljesítsen, legyen adott esetben ez büntetés, legyen ez szigor, legyen ez simogatás, lelki simogatás. Tehát azt mondom, hogy egy edzőnek nagyon sok mindenhez kell tudnia értenie. Szoktam mondani, hogy egy piramis az edzői szakma, millió kockából kell rendelkezni. Ahhoz nincs olyan edző a világon, akinek minden egyes kockája meg lenne ez a piramishoz, de akinek minél több van ebből, annál jobb edzővé válik. Tehát itt egy összetett problémáról beszélhetünk valószínűsítésre. Ezért ilyenkor szokták pszichológus segítségét kérni, sportpszichológia nagyon-nagyon komoly területek vannak, teszteket íratnak, és akkor kiderül, hogy éppen egy adott esetben lehet, hogy teljesen szorongás van az eredménykényszer mögött, és ezért nem jönnek az eredmények. Ja, annyit, az csak egy kis kikötés azoknak a nézőknek, akik esetleg majd ezt napokkal később látják az adást. Ugye most még nem tudjuk, hogy mi fog történni, ezt hétfőn a déli órákban vesszük föl. Jelen pillanatban még Bártos Zselek a Fehérvár edzője, Máté Csaba pedig még a Fradi alkalmazottja. Igen. Ez van, aztán kiderül, hogy lehet már mire kimegy ez az adás. Addigra is megváltozik, de a lényeg, hogy jelen pillanatban ez az aktuális státusz. És akkor, ha már a stratégiát említetted, akkor most kötnék vissza Mátyus Jánosra, mert ő meg szerintem egy nagyon jó edzői stratégiát választott, és mint kollega, ezt kérlek, hogy ezt majd ítéld meg, hogy ugye ő alkotott egy nagyon jót a Budafokkal, lentről fölhozta őket az NB2-ben, illetve ment egy nagyon-nagyon szép kupamenetelés, egy ezüstérem lett a vége, és már szinte tényként kezelték az érkezését Kispesten a nyáron, az valahogy aztán nem sikerült, nem jött össze, és utána végül is kikötött egy NB1-es kispadon, már szeptember elején kinevezték a Kisvárdára. Jó edzői stratégia volt az, hogy nem... Tulajdonképpen nem vállalt el az első lehetőségét, hanem igazából szerintem, ez csak az én véleményem persze, tisztában volt azzal, hogy még a budafoki munkájának a nimbusza az egy ideig kitart, és hogy vélelmezem, hogy volt némi tudatosság abban, hogy akkor megvárjuk az első őszi kirúgásokat, mert hogy akkor akár lehet állás. Hogy mi jár ilyenkor egy edző fejében? Én úgy gondolom, ez a második egyértelműen. Tehát a Matyeket jól ismerem, szólíthatom így talán, hogy Matyeket. Volt játékosom az FFC-ben egyébként, ezt talán kevesen tudják. Úgyhogy mosolyogtam is magamban, hogy örülök, hogy ilyen játékosnak voltam az edzője. Jó volt a Matyekkel dolgozni. Először is ugye Budafok meccsekre járok, és elég sűrűn, tehát én ott látom a folyamatokat, és valóban nagyon dolgozott a csapat az ő stábjával együtt, mert a stábot ki kell emelni, a Matyeknek a stábja nagyon jó, tehát ragyogon dolgoznak, és már évek óta. Igen, ugye az asszisztense Felipe Matos ült ugyanebben a székben. Így van, ha Matos már volt itt, akkor tudjátok, hogy miről beszélek, és tudod te is. Én azt gondolom, hogy jó döntés volt. Biztos voltam benne, hogy a kispesti megkeresés is mindenki tudta.
Tehát innentől kezdve, tehát egy eleve egy NB1-es megkeresés. Tehát én biztos voltam benne, mint hogy a Matyekék is biztosak voltak benne, Mátyus Janiék, hogy igen, lesznek váltások a padokon, és ha esetleg olyan opció jön, ami számukra is kedvező, akkor kapnak egy újabb bizonyítási lehetőséget. Szerintem több helyről is keresték őket, ebbe biztos vagyok, valószínűleg inkább NB2-es csapatok, és hát a Kispest. És a Kispest valamiért, ezt ugye nem tudom pontosan, mert én ezért nem hívom föl nyilván a Matyeket, hogy mond már el, mi volt. Ha majd találkozunk, akkor úgy is elmondja. Igazság szerint valamiért ez nem jött össze, hogy te is említetted, de biztos, hogy jó döntés született avval, hogy NB1-es padon ül. Az, hogy Kisvárda, azt nem tudom. Mert Kisvárdáról hallunk ezt, hallunk azt, pont az előző témához kapcsolódóan, hogy ismerjük Révész urat, a ő habitusát és stb. Nem meg tudom, a módszereit is. Meg a módszereit, igen. Ő aktívan beleszól, viszont cserébe ezt nem rejti véka alá, tehát igen. Tulajdonképpen aki igen. Oda megy edzőnek, igen. Azt tudja, mit vásárol. Ezt akartam mondani, hogy itt tiszták a viszonyok. Tehát, hogyha ezt így valaki bevállalja, hogy ismeri Révész urat, hogy aki azt mondja, hogy ő, az ő habitusánál és stílusánál fogva, ő igenis megteszi, és meg is követel ezt a jogot magának, hogy ő ebbe beleszólhasson, és ezt valaki így elvállalja, akkor persze szíve rajta. Ha jönnek az eredmények, és működik a dolog, akkor ebből semmilyen dolog nem lesz. Nem tudom, mert ismerem azért te is ugye itt volt, ugye beszéltük a Filipe, meg ugye Matyeket is ismerjük, tehát nem tudom, hogy milyen mélységekig engedik a beleszólást, és mi az, amit elviselnek, hogy szakmailag adott esetben a Révész úr irányításával valami történjen, vagy pedig, mert őket nem úgy ismerem, hogy buligató Jánosok szó szerint. Ugye kinevezés után játszott egy barátságos mérkőzést a Nyíregyházával a Kisvárda, meg volt ez a pilisi kupasiker, simán 5-0-val mentek tovább. Mennyire elég ilyenkor egy edzőnek ez a két darab mérkőzés, hiszen azért a pilis játékerejéből adódóan nem egy NB1-es szinthez fogható ellenfél, a Nyíregyháza meg azért mégiscsak persze barátságos meccsen mindenki gyakorol, de azért az nem tétmeccs. Mennyit tud ilyenkor egy edző elkezdeni összerakni egy játékot? Hát ezek a mérkőzések arra jók, hogy éles helyzetben, mert szoktam mondani, hogy ugye vannak az edzéspillerek, akik edzése minden a fülén, farkán, majomnak a farkán szoktam mondani, szóval forgatják a labdát, és ugye az van, hogy jön a mérkőzés, és ez valamiért nem jó versenyző típus. Ugye a nyugati világban, sőt nem csak a nyugati világban, a világ labdarúgásában, erre most már vannak gyermekkorban mérések, hogy a gyermek mennyire lesz terhelhető, és milyen mentális erője van. Tehát főképpen egyébként érdekesen nagyobb kluboknál erre nagyon komoly hangsúlyt fektetnek, hogy nem igazolnak, tehát nem hibáznak, nem igazolnak olyan játékost, aki adott esetben mentálisan nem terhelhető. Tehát ugye, amit mondtunk, hogy mindig nyerni kell, tehát ott nincs mese. Na most képzeljük el, hogy a Nyíregyházai edzőmérkőzésen ugye nagyon, nagyon szépen kipróbálták a játékosokat, láthatták igazi ellenféllel szemben, nem egymás közti játékban, tehát ugye ezért is nagyon jó. Kettő adott esetben játékrendszerben is rakosgathatták, hogy akkor mit játszik, mi a legjobb a Várdának. Nyilván már Révész úr elmondta a saját tapasztalatait és észrevételeit, és akkor ez közösen egy teamworkben, egy team munkában ezt össze lehetett rakni. Tehát ilyen szempontból 2 hét az kevésnek tűnik, de sok mindenben tud azért előre haladni. Az edző tisztában látja, hogy milyen pozíciókban, milyen játékosok hogy teljesítettek, de alsóbb osztály vagy felsőbb osztály csapat, teljesen mindegy. Azt látja, hogy mit követel meg, magasak az elvárásai azokon a posztokon, és azok a srácok, vagy azok a játékosok, akik ott játszottak, hogy megfelelnek-e ennek az elvárásnak. És akkor itt tisztában látta, tehát már a keret kialakításánál, meg a gyakorlatokban, mert ugye minden edzés, minden épül, mindig egymásra épülnek a gyakorlatok és az edzések is, hogy elérjük a célunkat, amikor jön a vizsga, a mérkőzés, ugye ez tegnap a Ferencváros ellen volt ez a vizsga. Én azt gondolom, hogy ez volt a realitás, tehát ez nem is kérdés. Sőt, bocsánat, ehhez fűződik a következő kérdés, azért vágok közbe. Jó. Ugye bátor játékot ígért Mátyus János, szerintem ezt megkaptuk a Kisvárdától, sokat próbáltak magasan labdát szerezni, tehát bátran megpróbálták már a labda kihozatal legelején megzavarni a Fradit, ami azért a liga többi csapatától ritkábban szoktuk látni. Tehát nyilván a Fradi ellen legtöbbször azok a csapatok tudnak jól teljesíteni, mint például tavaly a Paks meg az Alegerszeg többször is, akik
direkt játékkal, inkább ez a rúgjuk előre játék, most egy kicsit leegyszerűsítve, tehát nagyon nem az, ami magas letámadás, hanem az, ami inkább kicsit, amit te is mondtál korábban, hogy az ellenfél hibáira játszunk rá, és egyébként amúgy próbáljunk egy szilárd védekezést létrehozni. Ebben nem értünk egyet, mert szerintem a Paks az is szeret letámadni, szereti kezdeményezni a minél távolabb a védővonaltól, tehát a támadó harmadban már labdát szerezni. Ez megvannak a játékosaid, akkor tudsz labdát szerezni. Ha nincsenek meg, nem kellő fizikailag borzalmasan leterhelő, azért ne felejtsük el. Maga a letámadás, örülök, hogy ilyen műsorban vagyok, hogy ugye Klopp mester, nekem ugye a letámadásnak a mester a világon. Ugye mikor teljes egészpályás letámadásról beszélünk, de hát ugye ez a maga a letámadás, hogy egy nagyon régen datálódik, holland futballból hoztuk, és ugye azok a szerencsések, Verebes Józsi bácsi, aki megkapta ezt a lehetőséget, hogy Hollandiában kivittek egy tanulmányi útra őket, és hazahozta is a Győrje, akkori Győrjetóval 100-valány gólt rúgó az NB1-et, torony magasan nyerték éveken keresztül. Csak azt itt visszakanyarodunk, hogy igen, tehát a Matyekra és egyáltalán a látványos futball számomra és a nézhető futball számomra csak és az, ha valaki kezdeményező futballt játszik. De nem mondom azt, hogy támadó futballt, kezdeményező futballt. Ez a labda nélküli játékra is igaz. Amikor nem nálunk van a labda, hogy én akarok nagyon labdát szerezni, egy csoportos labdaszerzésnek hívjuk a letámadást, ugye ennek megvannak a kötelezett szabályai, megvannak a mozgások, és megvannak azok, ezt be kell tanítani. És a Kisvárda valószínűleg sikertően nem azt választotta, és nagyon helyesen, hiszen ismerik a Ferencváros, hogy olyan nincs, hogy te beállsz 10 védekezni, hogy nem lesz helyzete a Fradinak, akkor is lesz. Ha más nem 11-es lesz, valami lesz, tehát fog történni, mert olyan kvalitások vannak, olyan játékosok vannak, akik ezt meg tudják csinálni. Tehát én ezt helyes és jó döntésnek ítélem meg. Ráadásul, bocsánat, semmilyen vesztenivalója nem volt ilyen szempontból a Mátyus Jánosnak, hiszen a Kisvárda egy ilyen középcsapat az egész magyar bajnokságban. Volt ugye jobb évük, amikor a dobogó harmadik fokára föl is állhattak. És én az másodikok lettek. Vagy bocsánat, másodikok, igen, jól mondod, másodikok lettek, tehát azt mondom, hogy tényleg az, hogy jó, tehát azok a futballisták, akiket odaigazoltak, azok jó játékosok, nagy többségben. Ugye jöttek Ukrajnából, innen-onnan, úgy közelségből onnan azért lehet igazolni, meg hát sok kvalitás van ott abban a csapatban is, és szerintem, hogyha ezt a fajta futballt fogják játszani, már pedig nyilván, ha a Fradi ellen ezt megengedték maguknak, akkor valószínűleg más csapatok ellen is, akkor jönnek majd az eredmények is. Ennek nyilván megvan a veszélye, mert van olyan csapat, aki meg nagyon jól kontrázik. Ugye a letámadásban mindig hibázik azért valaki, vagy hát sűrűn előfordul, hogy hibázik valaki, akkor vigyázott, mert ott létszámhátrány lesz a védekezésben, és onnantól kezdve már az ellenfél kvalitásán múlik, hogy ebből gól lesz, vagy csak gólhelyzet. Következő edzőnk, aki nagyító alá kerül, Kuttor Attila. Ha már a kontrákról volt szó, megszerezte az első győzelmét a Mezőkövest, a Kecskemétet tudta 2-0-ra legyőzni. Te ezt mennyire láttad jönni, mert én például én azt nagyon nem gondoltam volna, hogy éppen a Kecskemét ellen lesz meg az első sikerük. Érdekes, én is ugyanígy gondoltam, hogy a Kecskemét ezt a mérkőzést behúzza, de aztán, amikor hallottam a statisztikát, hogy pont tavaly mind a kétszer a Mezőkövest talán le is győzte a Kecskemétet. Tehát valamiért ilyen mumus történet, mumus csapata úgy néz ki a Mezőkövest a Kecskemétnek. Ugye ne felejtsük el, én Mezőkövesden dolgoztam tavaly Nagypályán, kisgyerekekkel, jól hangzott, mert az volt a nevünk, hogy Mezőköves kettes csapata, de hát ezzel gyerekekkel játszottunk felnőtt bajnokságban. Nagyon szerettem velük dolgozni, nagyon szerettem a csapatomat, és jó körülmények között készülettünk, de egy biztos, hogy a Mezőkövesd mérkőzést, láttam a Kecskemét Mezőkövesd mérkőzést, nyilvánvalóan a Kecskemétnek lényegesen több helyzete volt, de volt helyzet a Kövesnek is még a gólokon kívül, és hát ugye ez egy félelmetes, ugye a Jurina tavaly eladta a Mezőkövesd, az volt egy ilyen nagyon komoly gólszerző elől, és maradt a Drazsics egyedül szinte, és hát a hátán viszi a csapatot. Hát egy személyes hadsereg szinte. Igen. Vigyázat, ennek megvannak a veszélyei. Az, hogy ő egy extra center, azt nem is vitatható. Fizikálisan félelmetes a mutatói vannak, elképesztően érzi a kaput, mind a két lábát használja, tehát nagyon fontos, hogy nem kiszámítható, hogy merre fog éppen elindulni. Jól, extrán fejel. Tehát minden olyan ismérvel rendelkezik, amivel egy mai modern centernek rendelkeznie kell, és még sebesség is van benne, tehát nem egy lassú fiú.
és félelmetesen jól érzi a kapu előtti szituációkat, de nyilvánvalóan ez nem tartható, mert bármikor megsérülhet, bármikor történet valamilyen kiesik, akkor a köves játékának a legfontosabb eleme fog hiányozni. Nem szerencsés, ha egy csapat stratégiailag egy játékosra épít, biztos vagyok benne, hogy Kutor Attila sem így teszi, hanem így jön ki a játék, hiszen ő van a kapu előtt. Igen, nekem is bocsánat, az a gyanúm, hogy nem jó kedvében ennyire Drazsics-centrikus a mezőkövesd játéka, mert Kutor Attila ezt így szeretné, hanem nem. Mert valószínűleg ezt látja a legcélra vezetőbbnek, és a mellékelt ábra is nagyjából azt mutatja, hogy igen, Drazsics ereje szerintem leginkább abban rejlik, hogy nem csak csatárként, de a játékba vissza lépegetve is jó. Ettől tudó szerintem az alfája és omegája lenni a játéknak, viszont hát ez nem biztos, hogy egy szezonon át, sőt, szinte biztos, hogy nem lehet, csak ez elég egy szezonon át. Persze, hogy nem, hát ezt mindenki tudja, nyilvánvalóan nem. Ne felejtsük el, vannak olyan kutatások, amikor azt látjuk, hogy vannak olyan játékosok, akik gólokat rúgnak, akik jobb futbolisták, azokkal szívesebben játszik mindenki. Tehát valószínűleg a kövesnél is, tudat alatt is vannak olyanok, hogy meg tudna játszani a társ mást is, de akkor is inkább az is ott keresi. Ezáltal a Drazsicsnak több lehetősége van, és nyilván azokból a lehetőségek jó futbolista nagyon-nagyon jól jön ki. És a köves kerete egyébként most kezdenek magukhoz térni, mert sok sérült volt. Hogy mitől volt sérült, és szoktuk mondani, hogy vigyázat, vannak még anno a diploma munkában is volt erről szó, hogy a rossz edző és a jó edzőnek az ismérvei és tulajdonságai, és ebben benne volt az, hogy a jó edzőknél, hogy kevesebb a sérült. De hát nyilvánvalóan ez lehet betegség, lehet sok minden, tehát nem mindig az edző a felelős azért, hogy sérültek vannak, hiszen lásd, ott van Klopp mester, a Liverpoolnál tavaly szinte alig tudta kiállni, már úgymond kicsit eltúlozva. Tehát igen, a sérülések megtizedelik a csapatot, pláne egy kövesnél azért nincs olyan erős pad, mint adott esetben lásd a Fehérvárnál, hogy visszakanyarodjunk, vagy mondjuk Kisvárdán is szerintem körülbelül erősebb egy kicsit a pad, mint a kövesnél. Ez egyébként a saját tapasztalatait szerint mennyire ül rá a csapatra? Egyrészt ugye, hogyha ha limitált az emberanyag, ugye volt egy időszak, amikor nem is igazolhatott a kövesd egy büntetés miatt, ha limitált az emberanyag, a játékos valószínűleg tudja, hogy én játszani fogok, mert nem nagyon van más a helyemen. És azért ez szülhet problémákat, egyrészt csak olyan basic dolgok, hogy akár elfárad, stb. Nagyobb lesz a terhelés, és ő is belefásul egy kicsit, vagy kiég, illetve hát olyan úgy is lecsapódhat ez valakiben, hogy oké, most akkor megnyugszom, nem kell a szememet is kinyomnom az edzésen, mert nincs kit a helyemre berakni. Én ezt úgy gondolom, hogy edzőileg ezt úgy kell kezelni, és valószínűleg ezt mindenki így is kezelni, hogy mindig állandó versenyhelyzetet kell fönntartani. Tehát olyan nincs, hogy valaki állandóan kezdő, nincs olyan, tehát rotálni kell, és a rotációban megvan az a lehetőség, hogy adott esetben akinek magasabb az egója, és azt gondolja, hogy akkor is játszik, hogyha akármi történik. Ez nem így van, a jó edzőket nézd meg, a világ legjobb játékosait is képesek egy-egy mérkőse leültetni a padra, és csak utolsó 15 percre bedobni, mert tudják, hogy ez a fajta, fönt kell tartani ezt az éberséget, ezt a fajta motivációt, hogy a versenyszellem ne szunnyadjon senkiben. És ezért szoktak adott esetben még kapust is cserélni, hogy a kapus, aki óriási formában eszem ágában nem lenne kivenni, de értem. Tehát van olyan szituáció, ugye ezekre szolgálnak a kupameccsek például, vagy adott esetben kicsit gyengébbnek tűnő ellenfelek ellen, a legnagyobb csapatoknál is előfordul, hogy beteszik a kettes számú kapust. Ez a ritkább egyébként a kapus cserének, de játékosoknál ez a fajta rotáció, egy az, amit mondtál, a túlterheltség miatt nagyon fontos, hogy igen, mindig olyan új tűzzel, attitűddel érkezzen a pályára játékos, hogy megint bizonyítani akarja neki, az kirobbanthatatlan az ő helye. Tehát ugye én úgy gondolom, ha a sérülések ellenére is a kövesben ezen kell nagyon sokat dolgozni, hogy azt érezze a cserepadon ülő, talán egy kicsit szerényebb képességű srác, és hogy van játékos, hogy igenis van esélyem játszani, és ha ezt valaki jól csinálja, akkor a Kecskemét edzője, a Szabó István, ő nagyon-nagyon jól forgatja a középpályásokat, a támadókat is, és mindig azt érzem, hogy pályára lép, hogy nagyon akar bizonyítani. A végére érünk lassan, úgyhogy már csak a 40 milliós főkérdés van hátra. Hol a nagyobb a gond, Fehérváron vagy Mezőkövesden, illetve ha ajánlat érkezne, és teljes kívánság műsor lenne, te mondanád meg, hogy melyik padot választhatnád, akkor melyikre esne a választásod? Hát szerintem a Fehérvárnál van nagyobb baj.
azt érzem, az arányaiban feltétlenül, és éppen ezért szeretem a kihívásokat, ha ez a két csapat megkeresne, bár ilyen úgy sem lesz, akkor a Fehérvárt választanám. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.